az a sírás, ami már tulajdonképpen majdnem az őrület. Tehát így nem nagyon tudtam. Nehéz volt feldolgozni. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt az Arckép, immár hetente jelentkező portréműsorunk. E heti vendégem nem hétköznapi jelenség, meglehetősen élménygazdag és izgalmas életet tudhat magáénak, nem az a típus, aki elmenekülne a kalandok elől. Ebből kijutott neki, hiszen több mint 10 évet töltött külföldön, sok mindent kipróbált, mint ahogy Magyarországon is ezt tette, az egyik valóságshowban is megmérette magát. Ez idő szerint az Anna and the Barbies frontembere és dalszövegírója, és egy kisfiú harmonikus és boldog anyukája. A saját otthonában fogadott minket egy szabad ember, Pásztor Anna. Azt mondtad egy helyütt, hogy akkora bohóc lakik bennem, hogyha giotin elé vinnének, akkor is egy viccet elmesélnék, még mielőtt lenyisszantják a fejemet. Ilyet mondtam. Ilyet mondtál, bizony. És az jutott erről eszembe, hogy te tulajdonképpen kinek szerepelsz, hogy magadat szórakoztatod? Szerintem az egész világ cirkusz, színház, szórakoztatás, ha jól csináljuk. Van egy olyan teóriám, hogy tulajdonképpen ez egy 3-4-5 dimenziós játék, amiben részt veszünk, és tulajdonképpen ez az élet, és tulajdonképpen mi döntjük el, hogy minden nappal, amikor fölébredünk, hogy mennyire vagyunk hajlandóak benne lenni ebben a játékban. Tehát ha valaki úgy képzeli el a saját életét, hogy mint egy ilyen valóságsó lenne, de egy ilyen jó értelemben vett valóságsó, ő az egyetlen szereplő, és mindenki más egy hatalmas stáb része. Ahol én indulhatok jobbra-balra, elmehetek különböző ösvényeken, játszhatok, játszmákba belemehetek, harcokba, csatákba, és az a lényege a napnak, vagy a nap végének, vagy az élet végének, hogy ki mennyi ízt, színt, világot járt meg, és ez végtelen. De honnan van benned mindez meg? Mert sokan nem így éljék az életünket, noha szerintem készletésünk lenne rá. Tehát unalmasabbak a mindennapjaink, lehet, hogy mi tehetünk róla, vagy gyávák vagyunk, vagy bátortalanok, de nem megyünk el ennyire a kalandok vagy az izgalmak felé, nem? Úgynevezett művészkörökben mozogtam, ahol egy picit szabadabban gondolkoztak a felnőttek is, akkor a gyerekeknek nem volt takarodó az ágyban, nem voltak ilyen kínos szokások, például a vidéken laktunk, tanyán laktunk, akkor ott nem volt az, hogy akkor minden este fürödni kellett, mert úgy kellett felforralni mondjuk a vizet. Tehát nem voltak ilyen görcsösen beidegződött szokásrendszerek ránk kényszerítve gyerekként, úgyhogy mi kint voltunk a mezőn, építettünk bunker, csillagnézőt, filmeztünk, bárányokat kergettünk, mindenféle ábrándokat váltottunk valóra. Úgyhogy ezzel egyszer sem azt mondod, hogyha például egy olyan értelemben hagyományos családban nősz fel, hogy teljesen konzervatív, polgári, szűkre szabott keretek közt éled az életed, és ez a fajta játékosság vagy pajkosság nem adatik meg neked a környezet miatt, akkor lehet, hogy egy teljesen konformista és egy hagyományos ember válik belőled? Nem. Hála az égnek nem, mert sokszor kerültem olyan körülmények közül, amikor lehettem volna konformista, és beállhattam volna, és éreztem is, és még azt sem mondom, hogy nagyon ellenemre volt. Mert voltak olyan periódusok az életemben, amikor igenis beálltam a sorba. Mondasz egy példát, hogy mikor? Például elmentem dolgozni rögtön gimi után butikba. Elmegy butikba dolgozni, ez sokat nem kell rajta gondolkozni, meg fél évet ott mégiscsak el van az ember. És tulajdonképpen úgy értem, hogy van egy rendszer az életemben, fölkelek, bemegyek, metrózok, ott vagyok, nem csinálok semmit, beszélgetek, és ezt én 2 hétig bírtam, és utána előálltam azzal a szerintem zseniális ötlettel, hogy csináljunk színházat, mivel ez a Váci utcában volt, egy Corner nevű, már azóta nem létező bolt, egy sarkon volt, és hatalmas nagy kirakat üvege volt, és turisták, mindenki arra sétált, csináljunk színházat a kirakatban. Tehát mi, akik ott álltunk, lányok,
mennyire felesleges volt, átcsingózunk, nem csinálunk semmit, mi lenne, hogyha nem úgy színházat, hogy Róma és Júlia és Erkély jelenet, hanem hogy fölvesszük ezeket a nagyon látványos, szép cuccokat, és legalább ott ücsörgünk, teázgattunk, ugyanazt csináljuk, mint bent, csak látványos. Nem most is onnan fújt a szél, vagy akkor is onnan fújt a szél, hogy saját magadat szórakoztattad. Neked lehet, hogy a monotónia tűrő képességed minimális. Ez ott a pont, igen. Nehezen viselem a monotóniát, igen. Mert annyira adja magát, tehát mindegy rét közepén is lehet dolgokat csinálni. Tehát, hogy mindig millió válaszút előtt áll az ember minden pillanatában az életnek, és lehet egyenesen masírozni, az biztonságos, meg nehezebben bukik orra az ember, de lehet hátrafordulni, oldalra menni, legugolni, fölugrani, behújni a szemet. Nem kockázatos mindez? Így élni? Figyelj, miben az élet kockázatos. Hát, van egy megszületés, meg egy halál. Most ez a kettő adott, az összes többi, hogy mennyi idő telik el, az gyanítom nem rajtunk múlik, de hogy hogyan, az igen. És az sem érdekel, hogy az sem érdekelhet, hogyha ez veszélyekkel van kikövezve? Mert azért a te életed, hát sokszor leírták, de ezt így most felkészülve belőled magam is tanúsíthatom, hogy hát gyakorlatilag filmbe kívánkozik. Eszméletlen fordulatokkal teljes életed volt. Tehát az például, hogy valaki elindul 19 évesen egy buszjeggyel Londonba, és tudom, mennyi fontod volt? Minimális. 20, igen. Majdnem semmire nem 23, elég. 23, igen. 19 évesen, ahhoz nem is tudom, mi kell, vagánság, vagy egyáltalán, akkor kezdjük az elején. Te mit akartál akkor, hogy mi elől mentél el? Jó, volt azért egy mozgatórugója ennek az egésznek, amin lehet síránkozni, tehát itt is a hozzáállás kérdése, lehet síránkozni azon, hogy én igazából a szüleimmel nem annyira jöttem ki, tehát a nevelő apukámmal, meg az édesanyámmal, volt némi ilyen vallás körüli vita, stb. Ők egy ilyen új keresztény szektában megtértek, és nagyon vehemensen csinálták ezt, és nekem serdülő tinédzserként ez kicsit gyors volt ez a tempó, bár Isten hívő vagyok, de hogy én nem tudtam venni ezt a fajta tempót, amit ők diktáltak. Tőled ez áldozatokat várt volna? Hát azért, hogy heti 4-5-ször ott ültünk. 2-3 órát, és én 15 éves kamasz gyerek voltam, aki épp a Depeche Mode-ot meg a Cure-t szerette, és rövid zöld hajam volt, és imádtam táncolni, Mester és Margaritát olvastam, tehát hogy nyílt a tudatom, és a minden érzékszervem a világra, és már akkor zabáltam két kanállal a világot, és abban beletartozott az, hogy én nem voltam soha tivornyázós, tényleg nem voltam az a klasszikus értelembe vett rock and roll típus, hanem inkább az, hogy ott egy részeg ember leülök mellé, és hogy ez egy őszinte beszélgetés lesz, bár kicsit furcsa. És így álltam a világhoz, hogy gyere, ülj mellém, akármilyen állapotban vagy, ha a részeg vagy, ha világ vége vagy, ha szegény vagy, ha gazdag vagy, érdekes kis bogár. Vagy gyere ide és mondjál történeteket a világ többi részéről, amiben én szeretnék majd belemenni. És akkor volt az, hogy összezöldültem kicsit a családdal, ott azért nem volt minden rendben, és hát odáig vezetett a surlódás, hogy tulajdonképpen fel is út, le is út, vagy ami rendszerünket elfogadott, mondták ők, a nevelőapukám, vagy hát itt ez így nem fog működni, és akkor én a nem fog működnire szavaztam, bár megpróbáltam az ő eszmerendszerükbe is egy picit beleolvasztani az én saját hitemet. Két mondat erejéig el tudod azt nekünk magyarázni, hogy elsősorban mi zavart téged ebben? Jó, hát egy ilyen nagyon sarkalatos példa, életem első nagy szerelme, 15 évesen, nagyon-nagyon, azóta is ismerjük és nagyon szeretjük egymást, és akkor az ő nézeteik szerint 15 évesen az ember ne legyen szerelmes, és ne járkáljon el fiúkkal, vagy ne találkozgasson, és akkor az ki volt adva, hogy megállítani a kapcsolatot, és nem találkozni soha többé. És én még arra is hajlandó voltam, hogy találkoztam a kedvessel, és mondtam neki, hogy én nagyon tisztelem az ő hitüket, a vallásrendszerüket, és megpróbálom ezt követni, és akkor ne találkozunk. És egy hétig bírtam, nagyon-nagyon hiányzott, aztán találkoztam vele, és kérdezték a szülők, hogy hol voltam, mondtam, találkoztam vele. És mondták, hogy ha még egyszer találkozol, akkor inkább ne mondd el, vagy ne vald be. És akkor azt mondtam, hogy az én hitem az nem olyan, amiben lehet hazudni. Lehet, hogy lehet nem szót fogadni, de az, hogy
hogy azt, tehát hazugság kilőve, és itt is volt egy ilyen surlódásunk, tehát egyrészt a szerelem, másrészt ugye a hazugság, annak megléte vagy nem megléte, és akkor ez a vallásrendszer. Ezek ilyen nagyon sarkalatos pontok, és utána, hogy ne olvassak se szép irodalmat, se kommersz irodalmat, se kortárs irodalmat, ne járjak el táncolni, és ráadásul ott ültem heti 4-5-ször a testvéremmel együtt ilyen 2-3-4 órákat a gyülekezetben, amikor ilyen örök mozgó vagyok. Ez így nem működött, és akkor megszöktettek engem egy fehér ladával. Búcsúlevél. Kicsoda? A kedvesem, a szerelmené, a szerelmemnek. És akkor az édesapámhoz költöztem. Ez volt 15 éves korod, és ehhez képest a 19 később, éves korodban mentél el Londonba. Addig ott éltél édesapádnál? Úgy, egy olyan, majdnem 2 évet éltem ott. Tehát a gimnázium felétől mentem körülbelül oda át. Igen, ott fejeztem be a gimnáziumot. Édesapádéknál ott már nem kellett ilyen harcokat megvívnod. Tehát ott nem voltak ilyesfajta kötelmek. Nem, nagyon-nagyon kedvesek voltak, befogadtak engem. Mondjuk el, hogy nem mindenkit, ugye Bereményi Géza az édesapád. Igen, ez semmi sem olyan egyszerű az életemben. Maradjunk annál, hogy van 3 apám, és mindegyik nagyon jelentős szerepet játszik az életemben, de egyiket se tudnám úgy aláhúzni, hogy az apa, vagy azért, mert nem értem eleget velük, vagy azért, mert ők se az a klasszikus értelembe vett apák, vagy azért, mert nevelő apák. Tehát 3 apából áll össze nekem az egy apa. Azzal együtt, hogy én abszolút elfogadom, amit eddig mondtál, hogy kitörni, és ezt a fajta kötelmeket nehezen fogadta, de azért nem lehettél egyszerű kamasz. Tehát én olyat olvastam, hogy te például nagypapád gönceit úgy, ahogy van magadra pakoltad, és így mentél el iskolába, és hogy többször hazazavartak. Tehát azt mondták, hogy így nem jelenhetsz meg. Az igazat megvalva nagyon egyszerű eset voltam. Tehát én nagyon szeretném, hogyha az én gyerekeim ennyire egyszerű esetek lennének. Tehát nem, soha nem drogoztam, nem ittam. 28 éves koromban ittam először alkoholt, imádtam a sportokat, kicsit bolondosan öltöztem, de arra se kértem külön pénzt, nem... De azon mi volt a célod? Jelvényeket magadra aggatni? Ja, igen, hát nagyon szerettem a Cure-t, Depeche Mode-ot, a Boy George-ot, tehát, és nagyon-nagyon szerettem ellene menni az elvárásoknak. Tehát amikor elkezdtem kamaszodni, akkor ugye volt az, hogy minden lány kipakolta, amilyen volt, és akkor volt ez a fiúzás. És én megőrültem ettől az egésztől, hogy kötelező elmenni moziba, és ott zavartan ücsörögni, és megpróbálni csókolózni, és hogy van ez a járás dolog, és ez lüktet mindenkibe 24 órába, és így a haverjaim semmi másról nem tudtak gondolkozni, és így ez engem zavart, hogy ez egy kötelező kör, és akkor úgy kell kinézni, és akkor magas sarkú, szűk nadrág, stb. És nem akartam tetszeni egy bizonyos módon, előírt módon a fiúknak, csak azért, mert hogy portéka legyek. Valahogy ezt nem gondoltam végig, de így behúztam a kéziféket, és akkor így ellene mentem annak. De ezt meg tudod mondani akár mai napig érvényes módon, hogy ez mi benned? Tehát, hogy ellene menni a fősodornak és a főáramnak? Kitűnni? Nem volt ilyen kitűnés, hanem... Nem beállni a sorba, akkor ez lehet, hogy pontosabb. Hanem felszabadítja az embert a lázadás. Tehát, mert eleve nem kell egy nyerő pozíciót hajtani. Nézd meg, csinálok egy olyan kaméleont magamból, egy olyan színes, furcsa valamit, ami egyszeri. Amit nagyon könnyű megcsinálni, mert bedugom a fejemet a nagypapám szekrényébe, és ami rajta marad, amikor belerúgok 2, akkor az abba megyek. De látod, hogy valami fajta eredetiségre törekvés, vagy egyediségre való törekvés, hogy annak akarni lenni, csúnya szóval élve, az megvolt benned? Vagy megvan? Hát nem? Nem volt bennem ilyen kényszeres, hogy én egyszer megismerhetetlen egyedi legyek, hanem hogy ne kelljen kényszeresen teljesíteni. Ezt nem bírom, az előírásokat. Tehát, hogy valaki engem vegyen észre azért, amikor kihámoz a nagypapámnak a balonkabátjából, meg a dorkócsizmájából, meg a, tudom én, miket húztam még magamra, hogy találja meg bennem a viccest, a felszabadított, a lázadot. Hogy önmagadért szeressen, azért, mert egy csinos csaj vagy? Igen, hogy találjuk meg az egymás lelkét, azok csókolózzanak, a lelkek, ne a márkák. És én az uniformitástól, attól menekülök, vallási szinten, a családon belül, a barátok közt, a zenében, minden. Te ilyen értelemben nem is kötöttél igazán nagy kompromisszumot? Mondtad ezt a butikot, de igazán nagyot. Kellett? Nem.
Nem, szerencsére nem. Az első igazán nagy kompromisszum, és szerencsére ez viszont, mivel a világ kényszeríti rám, a világnak a sodrása, a mozgatórugója, a dinamikája, ez a baba. És nem mondom, hogy nem, hogy egyszerű volt. Tehát amikor nem te döntesz mindenről, hanem igenis van egy olyan dolog, ami belekerül az életedbe, és gyökeresen a szabadságérzetedet, vagy legalábbis a vélszabadságérzetednek a fogalmát megváltoztatja, akkor volt bennem egy olyan, hogy hú, tehát eddig azt csináltam minden reggel, amit akartam, azokkal azt ettem, vagy nem ettem, vagy bármit, amit szerettem volna, én legalábbis irányítottam az életemet. Egyszer csak az volt, hogy igen, most a baba van, most fogalmam nincs, hogy én mit akarok, vagy tudnám, hogy mit akarok, de most ezt kell csinálni. És vége láthatatlan. Egy kicsit korlátoz is? Hát hogyne, egy kis baba, hogy nagyon korlátoz, főleg az ember, akinek ekkora nagy a szabadságigénye, azt gondolom jó. Nagy kompromisszumokat kell, hogy kössön, hogy teljes értékű anya tudjon lenni. Nagyon-nagyon szenvedtem attól, mert féltem, hogy nem leszek jó anya. Féltem, hogy bennem nem jött elő ez az anyasági igény, tehát hogy itt hormonok nem változtak, nem akartam másodperc a gyereket. Egyszer csak eldöntöttem, hogy nem szeretnék kimaradni ebből, de nem akartam rossz anya lenni. Tehát, hogy nehogy önző legyek, nehogy ez a szabadságvágy a gyerek ellen menjen. És amikor megszületett a gyerek, akkor ugyanúgy szerettem volna tovább csinálni nyilván a zenekarosdit 100%-osan és az anyaságot. És akkor volt olyan, hogy halálosan kimerülve, ami nálam életemben nem volt jelen, tényleg odáig értem el, hogy jó, akkor valamelyik irányba kell egy picikét ízét csökkenteni a dolgokat. És akkor az a zenészlét volt, amiből nem, valami lemondás. Nem, aztán végül is csökkentettem semmit, sőt, még rájött még televíziózástól elkezdve minden, és ami segített, az a család, a környezetem, tehát ők jöttek. Ők tehermentesítettek. Igen, ők jöttek és segítettek, és megoldották tulajdonképpen azt, hogy négy ember lehessek egyszerre. Akkor viszont megfordítom egy picit, mert úgy tudni, hogy amikor például 3 hetes volt a kicsi, ugye most 23 hónapos, 3 hetes volt a kicsi, te már próbáltál, és nem sokkal később elmentetek egy turnéra is. Igen. Ez nem udvariatlan, remélem a kérdés, de egy picit nem önzőség? Saját magad szempontjából. Nem, ugyanis jött velünk a picike is. Tehát, hogy én egy másodperce nem hagytam el a babát. Az önzőség lett volna, hogyha valakire ott vagyok, mondjuk egy babysitterre, és akkor naphosszat nem látom már az egészen picike babát, de én mindent bevittem, és a kis szemével, a fülével hallgatta a zenét, az embereket, a szagokat, az ízeket, tehát, hogy fogadta be az életet egész pici korától. Ki tud fejlődni az ő saját kis személyisége, és mi ezt szeretnénk, hogy ne olyan legyen, mint apa, meg olyan legyen, mint anya, hanem olyan legyen, mint Benjike. És ezt látom, hogy ez működik. Azért merlek erről kérdezni, mert nyilatkoztál róla, és ezt nem is egyszerűségen pokoljárásnak nevezted, hogy ezt megelőzően te teherbe estél, és elment a kisbabád. Igen, 4 hónaposan. Ez körülbelül arra az időszakra tehető, amit én egy koncertfelvételen láttam, amikor te, vagy lehet, hogy olvastam róla, és megcsalnak a képzeteim, amikor te vért locsoltál magadra a színpadon? Tehát ez annak a kifejeződése volt? Még ennél is nehezebb a dolog, mert volt egy pár nap, amikor kérdéses volt ugye a kicsinek a további sorsa, vagy hogy mi történik a pocakommal, és várni kellett eredményekre, stb. Nem akarok belemenni, mert senkinek nem kívánom ezt az állapotot, és nyilván az élet nem áll meg, mert ugye van ez a show must go on, ugyanúgy a zenészeknél, színészeknél, stb. Ugyanúgy fellépések vannak. Te akkor is színpadra álltál, ezekben a vívódós pillanatokban. Igen, és nagyon segített is, hogy föl tudtam vinni a terheimet, meg a nehézségeimet, meg a kínlódásaim, meg a poklomat föl tudtam vinni, például a Volt Fesztivál nagy színpadára. Ja, igen, ez ott volt. Ez ott volt a Voltom. És nem készültem erre, hogy nem majd akkor szárnyakat, most valahon egy kéne két szárnyat, vörös szárnyat, meg művért venni, meg stb. Hanem én mindig járok kerek a világba, és amit látok, azt hazaviszek, vagy adnak nekem dolgokat. És valami miatt becsomagoltam ezeket a cuccokat, és így mondtam a menedzserünknek, hogyha lejövök a színpadról, és van egy számom, amit a testvérem énekel, amikor leszoktam jönni átöltözni, vagy csak lejövök valamit iszok, és ha lejövök a színpadról, akkor itt van ez a vér, lehet, hogy majd rám kell, hogy locsolt, nem tudom, hogy érzem magam. És nem kérdezett semmit, már hozzám van szokva,
És akkor így ezeket az óriási, amúgy nagyon gusztustalan és gicses gogó szárnyakat fölvettem fordítva, mint egy ilyen bukott angyal. Tehát, hogy mint hogyha zuhanásban lenne egy angyal. És pontosan ezt a föld és ég közötti vívódást, amikor az ember ugye hisz, hívő, és nem meri megkérdőjelezni az Isten akaratát, vagy az Isten döntését. Neked ennyire erős a hited? Én nem vagyok vallásos, intézményesített vallásos, de én gyerekkorom óta igen. Imádkozol ez olyan értelemben? Igen. Én abszolút, főleg gyerekként nekem közvetlen kapcsolatom volt. Nem úgy, hogy bejött hozzám kávézni a Jóisten, de én tudtam kérdezni, és ő válaszolt. És ez azóta szerencsére nagyon jól működő kapcsolat. És ha ilyen eleven, és mi a viszonyod Istennel? Akkor erre például milyen magyarázatot adsz egy ilyen tragédiára? Na itt volt ez a vergődés, hogy ez most miért, és hogy és nyilvánvalóan próbáltam nagyon-nagyon nyitottan és hívő módjára és kultúráltan hozzáállni ez a dologhoz, és felfogni azt, hogy semmi nincs, semmi nem történik véletlenül, és ugye ez is egy óriási tanítás része, és hálásnak kell lenni, de nyilvánvalóan sejt szinten majdnem szétvetett a fájdalom. Ez mennyi ideig tartott? Mennyi időbe telik, míg az ember egy ilyen, ha túl lehet lenni, de valamilyen szinten túl tud lenni? Hát ugye volt ez a kérdéses pár nap, amikor nem tudtam, hogy mi lesz, mi van, mi történik, és akkor ugye tomboltam, széttomboltam magamat a színpadon ugye ezzel a vérrel, és lejöttem rá, locsolta a fejemre a menedzserünk, és belefolyt a szemembe, és így vakon kellett visszamennem a színpadra, és érdekes, a közönség is abszolút levette, hogy itt ez nem ilyen szemfényvesztés, hanem valami elég kegyetlen dolog történhet, és nagyon sokaknak volt ehhez, nyilván nem ugyanez a történet, de valami hozzáadni valójuk a közönségből is, tehát hogy közelebb húzódtak még a metálarcok is, és sőre egy kicsit így megállt a kezükbe. És utána hát, amikor tényleg kiderült, hogy sajnos, hát, hogy nincs tovább, és akkor elment a kisbaba, akkor egy olyan 5 hónap volt, amíg ez feldolgozódott, és akkor mindenféle fizikai tünetek voltak, tehát mindenféle görcsök, fájdalmak, aminek nem volt alapja tulajdonképpen, tehát nem volt semmilyen fizikális alapja, hanem egyszerűen csak nem tudtam feldolgozni, és így az éjszaka közepén néha fölkeltem, és azt hittem, hogy agygörcsöm lesz, annyira erős volt a fájdalom. És van az a sírás, ami már tulajdonképpen majdnem az őrület. Tehát így nem nagyon tudtam. Nehéz volt földolgozni. Viszont 5 hónap után, amikor sikerült földolgozni, és úgy éreztem, hogy le tudtam tenni, és elfogadtam az Istennek ezt a döntését, vagy a világnak ezt a döntését, és nagyjából helyre raktam, hogy ez miért is történhetett, és hogy milyen tanítás. És miért. Ezt elmondod nekünk, ha ránk tartozik, persze. Ez eléggé hosszú dolog lenne, de mindenképpen az volt, hogy mélyíteni kellett a lelkemen. Ahhoz, hogy egy kis életet megfelelően tudjak befogadni. Tehát nem csak úgy, hogy jó, szeretnék gyereket, és vágunk ebbe is bele, ez nem egy projekt. Tulajdonképpen ez kellett ennek a táptalaját, egy új élet érkezésének az igazán szolid, mély, puha, porhanyos táptalaját kellett előkészíteni, és nem volt elég, hogy ugye teherbe estem, és örültünk, jaj, de jó, megy tovább az élet, terhes vagyok közben, hanem ennél sokkal-sokkal mélyebben és komolyabban kellett hozzáállni, és ahhoz kellett az, hogy darabokra szedődjek, és tényleg a sejtjeink kis űrjébe belekerüljön az új érkező léleknek a jelenléte is. Ez jó, és egy nagyon egészséges ideológia, utólag látja ezt így az ember, nem akarok aztán ezzel rúgódni. 5 hónap kellett, igen. De amíg az 5 hónapon belül vagy, és nekem állandóan visszatérő kérdésem az, hogy a tragédiákon és a kudarcokon is akár, hogy lép túl az ember? Tehát milyen mechanizmusok lépnek életbe? Egyáltalán ez egy folyamat, vagy van egy pillanat, amikor részbe kap az ember, és azt mondja, hogy eddig is ne tovább? Folyamat. Folyamat? Folyamat, persze, ez egy folyamat, és nagyon sokat segít, ha az ember hagyja a fájdalmat. Tehát amikor igazán megijedtem, mondtam ezt, olyan volt tényleg, mint hogyha széthasadna az agyam. És akkor volt egy pillanat, amikor azt mondom, hogy jó, hogyha ellenállok ennek a fájdalomnak, akkor megőrülök, vagy szétpattam valami egy ér itt, vagy meg tényleg agyérvérzésem lesz. Tehát az volt, hogy jó, akkor hagyjuk, hogy átvonuljunk rajtunk. És akkor amikor éreztem, hogy jön ez az visszafordítatlan szomorúság, vagy keserűség, vagy frusztráció, akkor így hagytam a sírást, hagytam azt, hogy letört legyek, hogy ne menjek sehova, hogy otthon legyek, hogy bezárkózzak. Tehát egyszerűen, hogy átfolyjon rajtam ez a sötét pár hónap. És akkor
És a miérteket nem kellett olyan gyorsan és görcsösen akarni, mert ilyenkor nem olyan egyértelmű a miért. És szépen kép, a folyamata, a gyász folyamata, a sok sírás, a sok vergődés, ugye valahogy ezt kitisztította ezt az egészet. Most jó az én idézőjelben bevett, hogy a könnyek átmossák az ember. Tényleg olyan volt, minél többet sírtam, annál inkább átmosódott a lelkem, és annál inkább lemosódott az a sok érthetetlen dolog, ami egy ilyen sötétséget vont így az elmémben, és egyszer csak látni kezdtem azt, hogy te jó, hogy ez egy kegyelem. És az volt, hogy ráadásul a párommal is, 25 éve ismerem a kedvesemet. Voltunk már külön, mert ő is külföldön dolgozott, én is külföldön tanultam, stb. Voltunk külön, de 25 éve szeretjük egymást, és a legjobb társak, haverok vagyunk. És azt hittem, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz, de ez a dolog, ez a kisbaba elvesztése, az elképesztő, hogy mennyire összehozott minket, és talán össze is zárt egy életre. Tehát ez egy nagyon erős kapocs lett. Ez is a hozadéka volt annak, hogy ezt meg kellett élnünk, és igazából a lelkünk egy picit tényleg még sziszent és nyílt. Mert ugye azért eléggé későn jött a baba, tehát én 40 éves voltam, amikor már Benzsike jött, és 39, amikor elvesztettük az előző kisbabát. Tehát akkor így azért az embernek úgy beállnak a dolgai a lelkébe, hogy ki mit, hogy, hogyan kezel, és akkor jó, kisbaba, azt is úgy beraktam. De nem, a kisbaba az teljesen más, az egy kis megváltó az ember élete. Mindenkinek az életében egy kisbaba az Buddha mester, az Yoda mester, az tényleg egy megváltó. Átáll egy buszra, és elmentél Londonba. Uh-huh. Akkor te, és nem akarok végigmenni minden stáció mellett, hogy nem is lenne rá időnk, de te táncoltál, emellett takarítottál, uh-huh. és aztán fölvettek egy főiskolára, New Yorkban, ami egy nagyon elit iskola uh-huh. volt, sérülések értek, nem tudtad kiteljesíteni a táncos karriered. Akkor te, Isten igazából, és függetlenül a szülői háttértől, te mit kerestél? Ez a világutazás, ez a világcsavargás, ami hány évig tartott? Nem 10 évig, nem? 10-11, igen. 10-11 évig. Te magadat kerested, a korlátaidat vagy a határaidat feszegetted, élmény turista voltál, mert azért ez egy féktelen nagy és élményekkel gazdag utazás lehetett, kontinenseket átívelve. Élmény turista, ez jó. Én egy kicsit ilyen, sokszor mondtam már, Fülig Jimmynek képzeltem magam. Semmit nem kerestem, nem akartam kikupálódni, nem akartam de úgy élményeket, hogy akkor most fölírhatóan élmények, hanem egyszerűen csak fejest ugrani a világba. És tudtam, hogy ugye az országhatárok azok nem állíthatják meg a lelket, és igenis be kell szerezni tudást és élményanyagot, és más embereknek az illatát és élményanyagát, találkozni kultúrákkal, és utána ezt hazahozni, és ebből építeni valami gyönyörűséget. Igen, de 19 évesen nem volt benned fék. Mi lesz ebben? Semmi fék nem volt. 20 fonttal? 19 évesen. Nem olyan egyszerű azért elveszni sehol. Tehát azért éhen halni, meg elveszni. Te egy szabra esett lány lesz, nem? Igen, úgy ezt éreztem, hogy azért megleszek bárhol. Tehát az embernek, hogy van kommunikációs készsége, én mondjuk németül tudtam, meg németül érettségiztem. Angolul azért beszéltél valamennyire akkor? Hát ilyen, az összes Beatles számot, azt beszéltem, nagyjából elképzelésem volt. Tehát emlékszem, hogy ahogy németül próbáltam kézzel-lábbal kommunikálni, meg eleve én szereztem ott magamnak az üdvhadseregnél, ami egy vallásos szervezet, szereztem egy takarítói munkát. De ott már nem zöldfajjal állították az üdvhadsereghez. Fú, nem is tudom, akkor már talán lenőtt valamennyire a hajam. Tehát akkor talán... Még akkor is egy ilyen vadóc lány voltál? Vagy ott azért már konszolidáltak? Nem, ott formában már ott, jelentél meg? Ott azt hiszem, a gimi után voltam, a gimi elején volt ez a zöldhaj, stb. A végén már olyan elfogadható volt, meg hát ránk adtak uniformist, tehát abba kellett takarítani. És azt például bírtad? Igen, mert tudtam, hogy hánytól, mit tudom, reggel 6-tól, délután 4-ig ebbe kellett takarítani, mondom, el nem mondom, hogy mi volt mondjuk alatta, hát miket vettünk fel a brazil barátnőmmel csak azért, hogy ellenálljunk, de hogy előtte, meg utána, meg hogy én nem aludtam semmit, meg hogy a Lambada klubból estem be reggel felszolgálni, tehát senki azt nem tudta. Azt ők nem tudták, nem? És ráadásul akkor még nem is látszott rajtam, mert hát simán tudtam 3-4 napot nem aludni. Például egy ilyen öltözék, vagy egy ilyen
hacuka, amit most látunk rajtad. Például ez milyen üzenetértékkel bír, vagy mire akarod mindezzel felhívni a figyelmet? Mert nem hagyományos. Megbeszéltük az interjú előtt, hogy ha valaki, én aztán biztos, hogy azt mondom. Igen, pedig ez a konszolidált énem. Ez a konszolidált? persze, hát szép fülbe való, meg egy szép ilyen, milyen visszafogott színekkel. Hát jó csukja, de hát valami kell. Valami kell? Persze, van. Hát mert hogy nem, ez nagyon színvonalas, mély interjú, hogy az ember életéről, stb. És itt előkerülnek fájdalmas, kevésbé fájdalmas, mély dolgok, stb. Az ember a saját életfilozófiát próbálja elmondani. Szeretek egy picikét így az idézőjelbe tevődni. Tehát ha pöttyöket festek a szememre, meg a csukját veszek a fejemre, akkor tudatom azt, hogy nem kell annyira komolyan venni semmit, amit mondok. Ez az én véleményem. Mindenki más döntse el, hogy a csukjás csalnak hisze. Kihiszek, engem meggyőztél. Még egy dolog feltűnt, aztán ezzel nem fogunk rúgózni sokkal többet, hogy a kaméleonságon, amit így hív a szaksajtó, azt csak én beveszélem magamnak, hogy tudatosan vagy tudattalanul, de te elcsúfítod magad? Már a nőiességedet is. Ezen mostában kezdtem el gondolkozni, mert kitettem egy ilyen televízióban voltam egy beszélgetésben, és kitettem egy ilyen teljesen natursminkes képet. Nem feltétlen azért, hogy valaki tetszik-e, vagy nem. És meglepően így elképesztő áradata jött a tetszés nyilvánításnak, és így megdöbbentem, hogy te jó ég, lehet, hogy itt az emberek annyira örülnek, hogy végre valami ember itt látnak belőlem, és nem csak ezt az őrült rémségek kicsin tárházát, amit néha tényleg varázsolok magamból. De miért van? Tehát van egy jó csaj, és ehhez képest általában mindig groteszk és szürreális látványt nyújtó embert látunk a színpadon. Valahogy mindig az van bennem, hogy a bennem dúló viharnak, vagy amit így átengedek magamon a környezetem viharának, mindig a legmegfelelőbb színeit öltöm magamra. És eléggé zaklatott. Én úgy érzem, hogy mostában nagyon zaklatott, nem csak a világ, hanem így leszűkítve Magyarország is, meg a közvetlen környezetem, és amikor így felállok a színpadra, és képviselek valamit, képviselem a világot, képviselem a világ zavarodottságát, összekavarodottságát, akkor ezt így tudom kifejezni. Tehát így hirtelen a világ leszek, a kívülc. Ezt én értem. Igen. Például készül erre az interjú, most megnéztem jó néhány klippet, ami fönn van az egyik videó megosztó portálon. És meg nem mondom, hogy melyik klipben, igen, te fürdőruhában úszkálsz. Ó, nem fürdőruhában, hanem sellő farkommal, persze. Hát azt mondtam, hogy ez a csaj miért csúfítja el magát, amikor színpadon van? Hát most ott sellőnek kellett lennem. Ott elhiszem, de miért nem lehet, vagy adsz egyáltalán olyan koncertet, amikor ennyire nőies vagy? Már az akusztikus koncerteken akkor igen. És mostában elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát ez lehet, hogy ilyen igény van arra, hogy a női énemet is jobban megmutassam, akkor lehet, hogy egy picit úgy arra felé is elmegyek, mert tényleg én is néztem magamat vissza régebben, és hogy emésztetőbb. Sőt, valahogy, tehát azért egy nőbe a szexualitásnak is meg kell csillannia, és tényleg mostában azért úgy ennek nyoma sincs. De miért tartod ezt a távol magadtól? Nem onnan fúj a szél, amit a középiskolás korodról mondtál? Tehát, hogy azt akartad, hogy ne azért, mert másnak ilyen ruhája van, olyan ruhája van, ezt teszi ki, azt teszi ki, hanem magamért szeressenek, a lelkemért. És el is rejted magad, és a személyiséged is emögé a maszkok mögé. Ez most egy picit más, mert nekem volt egy pár évvel ezelőtt egy olyan korszakom, amikor brutálisan akár ilyen közönségességig elmenően, elég erőteljesen szexuálisan túlfűtött voltam a színpadon, és ezt nem feltétlenül obszenitással fejeztem ki, de egy ilyen combcsizma, meg én nem is tudom, letépet póló, vörös haj, olyan sminkek, tehát hogy ha visszanézem, akkor egy ilyen nagyon erős, ilyen szexuálisan túlfűtött rockmaca voltam, és akkor éppen azt akartam kifejezni, a szabadságot, a rockot, a féktelenséget, a habzsolást, és utána pedig más felé sodródtam. Még egy mondat erről a nőiségről, azt mondtad egy, hogy ezt direkt kérdezettem, mert azt mondtam, hogy ezt azért meg fogom tőled kérdezni, azt mondtad egy fesztiválon, amikor odalépett hozzád a riporter, ha szabadjára engedném magam, és megélném a nőiességem, én lennék a női Casanova, imádom a férfiakat, mint Gombóc, Artúr, válogatás nélkül. Ez így van. Ez így van? Persze.
Persze, hát én féktelen vagyok mindenben, tehát én, de van, amit azért szabályozni kell. Ez attól fogva következett be, amikor már erőteljesen gondolkodtál azon, hogy megállapodsz anyasság, vagy ez a párkapcsolatoddal egy időben következett be? Alapvetően én nem vagyok jó az ilyen bigámiában, tehát én monogám vagyok. Tehát én nagyon-nagyon szeretem a világot, az érzéseket, az élvezeteket, a találkozásokat, a kapcsolatokat, viszont mivel mindenben maximalista vagyok, ezért nekem inkább illik a monogámia. Tehát én szeretek egy miért dolgot nagyon... Miért állják a maximalizmus a bigámiát? Nem tudsz 3-4 vasat a tűzbe tartva. Kettőt. Nem 3-at, 2-t. Akkor se tudsz. Nem rá akarnak beszélni, csak ez magas labda. Nem lehet. Tehát nem lehet a világon a legjobban szeretni két embert egyszerre. Ez biztos, hogy így van. És mindent odaadni, és őrületig imádni valakit, az tényleg egyet lehet. Viszont azt nem mondom, hogy benne nem dúl az, hogyha gyönyörű embereket, férfiakat látok, hogy nem gyönyörködöm bennük, és nem kívánom őket az őrületig, és nem játszok velük legalább a színpadról. Tehát én kombóc Artúrként szeretem a jó kajákat, a finom borokat, az édességeket, az élvezeteket, és szeretem nézni a férfiakat is, de hát itt azért nyilván valahol meg kell húzni a határt. És szerintem ott van a határ, hogy gondolni, nézni, flörtölni él, de amikor mások lelkével játszunk, az nem. Tehát összetörni lelkeket, az nem. Az rombolás. Ezzel teljesen egyetértek. Egy dologra válaszolj meg a tárgyban, hogy azért, amikor nem ezt a fajta filozófiát követted, és nem értél ilyen mély párkapcsolatban, azért nagy szabadságigényű és hedonista emberként azért mélyebben kanalasztál e tárgyban is, az élet sűrűjéből. Ez többször előjött, és engem megkerestek, hogy könyvet írnak majd rólam, és ez volt a sarkalatos pont, amikor pontosan rákérdeztek a darabszámra, és mondták, hogy vagy hazudok, vagy ebből nem lehet könyvet írni. Az volt, hogy hiába volt ez a hatalmas igény bennem, hogy akkor félvilágot ugye magamévá tenni, szó mindenféle értelmében, de jött a szerelem, és egyszer elkapott, és ilyen hosszú távú kapcsolataim voltak. Tehát így nem akarok senkit kiábrani, de tényleg 25 éve szeretem ezt az embert, aki a társam és a szerelmem mai napig, és még mindig kívánom és imádom. És előtte voltak ilyen, szintén ilyen 3 éves, meg 2 éves, ilyen hosszabb tartó kapcsolatom, ami szintén ilyen feneketlen kutak voltak, és ilyen tomboló élvezet, és mellette nem fért el sok. Tehát nem volt ilyen, hogy na akkor most egy hét alatt mondjuk 30 emberrel lefekszem, és mindig az volt, hogy megtaláltam az elsőt, jaj, de jó, és akkor puff, onnétől kezdve szerelem volt, és akkor csak ő. Tehát aztán van bennem ilyen, hogy milyen jó lett volna, ha van egy ilyen korszakon. A kis ördög ott van, visszamenőlegesen. Hát igen, hogy milyen lehet az, amikor valaki annyira kiéli magát, hogy akkor ott két kézzel zapál, és mindenki az övé. Nem biztos, hogy annyira jó különben, mert ki lehet égni, látom, tudom, hogy ki lehet égni, de azért az embert így izgatja, hogy az milyen lehet. Szerintem alkat kérdése, tehát van, aki ilyen alkatú, és van, aki más. Igen, van, aki nagyon bírja ezt, van, akit ezt nem érünk meg. Igen. A zenekar kapcsán feltűnt, hogy ti 10 év, 9-10-11 év kellett a 11-faratok, meg az Anna and the Barbiesről beszélek, amikor igazán átütöttétek a falat, szerintem, így kívülről. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a 10 év, ez a ti esetetekben nyugalommal telt, tehát azt mondtátok, hogy ez van, ebből főzünk, vagy olyan türelmetlenül vártátok már a nagy pillanatot, hogy adott esetben igazságtalannak is gondoltátok azt, hogy nem kaptátok meg azt, ami szerintetek osztályrészetükről kellett volna. Mi mindig azt hittük, hogy ez már a Kánaán. Minden egyes lépcsőfok? Mindig, végig. Tehát úgy kezdtük az egészet, hogy ugye sokáig nyagadtam az öcsémet, hogy vegyem be valamelyik zenekarában, mert egy nagyon jó kis alter bandái voltam, meg jazz, stb. Én meg irogattam, meg hip-hop, rappeltem. Vegyem be, és akkor végre 2004-ben befűztem, hogy az egyik bandájából csináljunk egy ilyen hip-hop rock bandát. És elkezdtünk próbálni, az első fellépésünk azt hiszem B7 nevű szórakozó helyen volt, és a harmadik fellépésünk már a Moulin Rouge-ban, ahol 3 órás koncertet adtunk, 36 ember volt, különböző ilyen barok, rokokó, őrület, punk, tűzfújó, stb. Ilyen, tehát egy összművészeti kavalkád, és akkor én azt mondtam, hogy te figyelj,
kész, befutottunk. Ő mindenki, ott csilláros emberek lógtak, három tévé kim volt, vegyesen ott volt a gornagyosok, a Gornagy Mária maga, filmrendezők, stb. Mert hogy ott végeztél, Gornagy Mária, ott igen. Is, igen, közben az egyetem, egyetemről jöttek professzorok el. Tehát így őrület volt a köbön, és jó, joggal éreztük azt, hogy puff, kész, fölkerültünk a csúcsra. Aztán jött Lenny Kravitz előzenekara, aztán a Stereo MC, aztán volt nagy színpad, tehát egyfolytában olyan dolgokat dobott az élet, hogy meg voltunk győződve, hogy kész, a ne tovább. Közben nem viszketett a tenyered? Szóval 8 év után az ember már elkezd fásulni, hogy azt mondja, hogy a büdös élet. De mire, amikor ilyen dolgokat csinálsz? Megmondom, mire, akkor igen, megkérdezem úgy, hogy van. Azt mondtad egy évvel ezelőtti interjúban, igen, hogy a legutóbbi időkig nem tudtál ebből megélni. Ja nem, persze. Ja, hát ez már, hát el kell dönteni az embernek, hogy mit akar pénzt keresni, vagy művészkedni. Igen, de 9 év után az ember már mérlegre tesz különböző dolgokat, különösképpen ha családot. Ja, lehet, hogy hülyén hangzik, de én jól laktam ezzel, amit csináltam. Tehát, hogy én olyan szinten én igénytelen voltam az élet minden más terén, mondom, 9 négyzetméterrel laktam, napi 2-szer megettem 2 zsömlét, meg 10 dek a párizsit, azt is a bolt előtt, hogy ne kelljen fölvenni a szemetet, meg mosogatni. Tehát, hogy engem nem érdekeltek azok a dolgok, amik beszerezni. Tehát én imádom a tárgyakat, imádom a kis dekorációkat, stb. Szeretek vásárolni, van pénzem, elköltöm, szivaroznak a kutyák is, haverok, mindenki el van látva, az egész család, de ha nincs, én nem esek kétségbe, mert olyan szinten feltölt, és jól lakok azzal, amit csinálok. Nem kellett más, nem kocsi se, vicc, nem is tudom, hogy egy évvel ezelőtt vettem meg az első porszívónkat. Sose gondoltam, veszünk porszívót vala. Ez nagyjából egészében összeér azzal, hogy a zenekar és te is egészen más polcra kerültél a magyar szórakoztatóiparban, mint mondjuk 8 évig vagy 10 évig? A porszívó? Meg hogy tudom. Akár a porszívó, vagy ez a ház is. Mondtad, hogy 9 négyzetméteres lakásban laktatok. Igen, hát még mindig béreljük a lakást, és ez szerencsére, tehát én nem is tudom, hogy a Hollywood sztárok füzetnek-e valamiért, mert minél jobb helyen vagy a világban, annál több mindent kapsz. Nem tudom elhinni, hogy most már babaruháktól elkezdve már lakásig mindent az emberhez hozzávágnak, csak azért, mert egyszer látták a televízióban, és igen, összefügg. Igen, hogy az ember kap ruhákat, ingyen sminket, fele annyiért lakik valahol, felajánlnak egy kocsit, tehát elképesztő. Tehát ez tényleg, én már meg tudok élni magamtól, de hát ezt inkább olyan emberek, de mindegy, hogy tehát valahogy fordítva működik a világ. Tehát amikor már van neked és ismert vagy, akkor vágnak hozzád mindent. Furcsa, vicces, nevetséges, és próbálom így úgy a bejövő pénzt forgatni, hogy abból mindenkinek jusson, aki körülöttem van, és amennyi nekem van, az nekik is lesz. És mondd például a kisgyermek születése, az, hogy egy egész másfajta nívóra kellett és kell berendezkednetek, lévén, hogy már nem egy 9 négyzetméteres lakásba éltek ketten, az összefüggött például azzal, hogy a Rising Star és a Starban is a szerepet vállaltál, ami szerintem egzisztenciálisan egy másfajta szint, mint pár száz ember előtt fölépni, mint ahogy volt ez mondjuk szerintem 5-6 évvel azelőtt. Én elmentem volna ingyen is. Ez komolyan mondod? Azért ezt ne hangoztasd, mert úgy fognak hívni. Az más, hogy nem hagyom, hogy hülyének nézek, az más, hogy tudom, hogy mi a piaci ára egy ilyen műsornak, és nagyon-nagyon megtisztelő, hogy hívnak eleve. Azon sokan megdöbbentek, azt ugye tudod, hogy egy kvázi underground énekesnőként a zenekarom oda maga is nagyon megdöbbent, és az első nagy vitánk a minibuszban volt, hogy én ezt miért vállalom el. Te mivel érveltél akkor? Azzal, hogy én, és visszavezetve oda, hogy én a világot szerencsésen bejártam 11 év alatt, és láttam, hogy máshol mi a fontos a művészeteknek. A művészeteknek fontos az, hogy emberekhez eljusson. És nem nincs ennyire külön választva a csatorna, mint Magyarországon, hogy a kommersz és az underground is közt nincs. Tehát nekem a Tóth Vera nagyon jó barátnőm, és egy kommersz sztár, de szerintem egy zseniális énekes. És én vallom, hogyha ilyen csatornák vannak, mint a televízió, vagy a kommersz televízió, vagy akár a bulvár, hogy igenis ezek segítenek elérni emberekhez. Hietetlen módon, hogy én 10 évig koncertezek, és elmegyek a Lipótújfalú utolsó kis klubházába, akkor se tudok annyi emberhez eljutni, mint hogyha elmegyek egy zsűrinek.
Te kínos, hogy jöhetél például arra, hogy ennek a gépszerűség, vagy az, hogy ennyire mechanikus, ennyire üzemszerű, uh-huh. és lelketlen is talán, bár remélem nem sértek meg senkit, uh-huh. hogy azt téged ne daráljon be? Hogy azt a fajta arcélad, amit eladdig felépítettél, az ne sérüljön? Nagyon reméltem. Tehát én egy kis porszám vagyok egy ilyen gépezetben, nagyon reméltem, hogy mivel élő műsor, hogy teret kap az én lelkem, és hogy nem zúzódik össze, és leszek annyira erős, vagy legalább az üzenet, vagy a rajtam átjövő üzenet lesz annyira erős, hogy ez megjelenjen, és ne darálódjak be. És szerinted ez sikerült? Tehát csormítatlan volt a produktum? Hát, őszintén megvalva, a Sztárban Sztár, ami tényleg egy nagyon nagy játék, amikor be kell öltözni, tudod, ilyen sztároknak, mint amely, ott azért rezgett a léc. Tehát az annyira nem volt az én pályám, és annyira mást kellett csinálni, és annyira mást vártak el tőlem, mint ami nekem a lényegem, hogy ott azért sokszor határeset volt, hogy valamit tudok-e nyújtani egyáltalán, produktumot, vagy csak az lesz, hogy hát ez bénán karaokizek. Mert nekem tényleg nem az a lényegem, hogy bármit eléneklek, és bárkivé tudok lenni. De nagyon nagy tanulási folyamat volt, írtóra élveztem, tényleg az egy olyan farsangi bál volt, ami nagyon sokan néznek. Viszont a Rising Star, amikor emberekkel és emberi lelkekkel és művészettel, énekkel kellett foglalkozni, és igenis vasárnap este, amikor nagyon sok millió ember nézte, és befogadóképes állapotban volt, és én el tudtam mondani három olyan mondatot, aminek talán az egy tized részébe volt üzenet, ugyanaz az üzenet, amit egész életembe sugároztam, és az dalokba ugyanúgy beletettem, mint a táncomba, vagy bármibe, és azt át tudtam lőni, mert az cenzúrázhatatlan volt, mert az élőadásban nem lehet megállítani azt, aki mondja. Nagyon-nagyon jó visszajelzések voltak, vannak mind a mai napig, és én úgy mentem haza, hogy igen, ez egy hihetetlen nehéz csata, egy teljesen másfajta csata, mint amit eddig vívtunk, és egy commerce televízió főműsor idejében én tudtam átvinni olyan üzenetet, ami talán új. És becsomagolva mindabba, hogy közben azért megfeleltem az ottani bohótságok kötelezettségének, amivel nekem semmi bajom nincsen tulajdonképpen, hogy az ember hülyét csinál magából, meg cirkuszt csinál, mert ez hozzátartozik a szórakoztatóiparhoz. Csak ezt csinál nem tudnám, mert kicsit mélyebbe. Hát hiszen ezzel kezdtük, hogy igen. Akkor is mondanál egy viccet, hogyha a giotin elé vinnének. Gyakorlatilag ezt várták tőled. Csak kereskedelmi keretek között, kereskedelmi tévés keretek között. Egy 2011-es interjúban azt mondtad, arra a kérdésre, hogy mi van a névjegykártyádon, hogy boldog ember. Azóta azért történt egy más az életedben, most ezt mivel egészítenéd ki? Hogy maradjunk ebben? Most kiszínezném. Boldog ember nagyon sok színnel. Nagyon sok színnel. Most kiegészíteném, hogy mikor volt 2-6? 2-11. 2-11, hogy aláírnám, hogy nem is tudtam, hogy milyen boldog leszek még ember. Akkor maradjon ez így, ezt kívánom őszintén. Amen. Ez volt Pásztor a Narcképe, tartsanak velünk a jövő héten is, mi itt leszünk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót kívánok!